Sziasztok, Ádám vagyok. Az LG G4-et tartom a kezemben, amelynek az újraindítás sebességét fogom most bemutatni. Azaz, hogy innen a kezdőképernyőről nagyjából mire újraindul a telefon, és újra eddig eljutunk, mennyi idő kell. Egy kis extra, hogy a SIM kártyán a PIN kód nincs kikapcsolva, tehát még ezt is be kell majd ütni. A hátlapon lévő bekapcsoló gombot hoztam, hogyha megnyomom, akkor egy rendkívül szép dizájnban jelenik meg az, hogy mit is szeretnék csinálni. Kikapcsolásra és újraindításra megyek, itt rányomok az okra, és azzal egy időben fogom elindítani a háttérben a stoppert. Ami meg is történt, van egy búcsúzó képernyőnk. Most rezzent egyet a telefon, és már tölt újra be az Android. Android 5.0 Lollipop rendszer van a készüléken, az LG Touch Wiz UX-szal. Be is töltött fél perc alatt. PIN kód beírásával együtt 39,91% volt az újraindítás sebessége, tehát 40 másodperc alatt a telefon újraindult, úgyhogy a PIN kódot is megadtam, és a hálózatra is feljelentkezett, ami egészen jó eredménynek számít. Ez volt tehát az LG G4 újraindítás teszt sebessége. Kövessetek minket továbbra is, sziasztok!